Válságüzemmódban dolgozunk, a 8. kerületi kabinet. Minden nap a napindító megbeszélés első fél órája az a válsághelyzettel összefüggő teendőknek a megtárgyalásából áll. Nagyon súlyos a járványnak a hatása az ország egészére nézve, ezen belül az önkormányzatokra, Józsefváros adottságait tekintve a budapesti átlag alatt van, a legszegényebb kerületek közé tartozik. Itt azért talán több a szegény ember, mint más kerületekben. Itt azt gondolom, hogy egy picit fokozottabban érvényesül ez. Tehát többen veszítették el a munkájukat, és azt lehet mondani, hogy egyre többen veszítik el a lakhatásukat is. A józsefvárosi önkormányzatra eső terhek a koronavírus járvány következtében, illetve az ezzel összefüggő kormányzati intézkedések következtében jócskán meghaladhatják a 3 milliárd forintot. Ennek nagyobb része a bevételeknél jelentkezik, ami részben a gazdasági folyamatokat tükrözi, részben pedig azt, hogy a kormány elvonta a gépjárműadót, ingyenesítette a parkolást, az év végéig felfüggesztette az idegenforgalmi adót. A józsefvárosi költségvetésben az eredeti költségvetési főösszeghez képest a várható kiesés az 15%-ot tesz ki, az éves végösszeghez pedig 10%-ot. A háztartáshoz képest a 15% az nem is hangzik olyan rosszul, de ez a mi esetünkben már azt jelenti, és általában az önkormányzatok életének az esetében azt jelenti, mivel törvényi feladatai vannak egy önkormányzatnak, hogy a fejlesztési célokról, azokról le kell mondani. Van az a néhány nagyon kevés és fájdalmasan kevés fejlesztési tétel, ami az önkormányzat évek óta tervezett és szeretett volna megvalósítani. Én például utcafelújítás, az önkormányzati tulajdonú lakóépületeknek egy töredékét legalább az idei költségvetés tervezte felújítani. Ez igazából az életveszély elhárításon túl nem fog tudni megvalósulni. Takarítógépeknek a vásárlását, egy addiktológiai rendelésnek a megvalósítását. Végül a működési kiadásokhoz is hozzá kellett nyúlni. Olyan bagateltételekről, hogy karácsonyi dísz kivilágításra sajnos nem lehet számítani, vagy a térfelügyelő kameráknak a felújítása. Az önkormányzatok vannak a járvány okozta lakosságra nehezedő terheknek, veszélyeknek a csökkentésében, a tűzvonalban, tehát nekik kellene itt igazából még több mozgásteret biztosítani, ehhez képest az ellenkezője történik. Szembesülünk a önkormányzati autonómia rendkívüli korlátosságával. Tehát amikor lehetséges egy adót elvonni, lehetséges konzultáció nélkül a parkolást ingyenessé tenni, ez mind-mind rámutat arra, hogy az eltelt időszakban egy jelentős központosítás ment végbe. Arról a terénumról kell lemondani, amitől önkormányzat az önkormányzat, ahol ő dönthet, és nem pedig végre kell hajtania valami jogszabályban, törvényben előírta. Józsefváros nagyon kis területektől eltekintve egy tanácsi végrehajtó szervezet helyzetében találja magát. Ami becsléseket meg kellett tennünk eddig, azok azzal számoltak, hogy június végéig nagy valószínűséggel az elsődleges veszélyhelyzet az meg fog szűnni, de ha ez elhúzódik, vagy egy második kör bekövetkezik, akkor bizony Józsefvárosban is számolni kell azzal, mint amit Márki-Zay mondott Hódmezővásárhely esetében. Minden önkormányzatot igyekeznek ellehetetleníteni, mindannyiunktól elvettek forrásokat. Mi például július végéig tudunk fizetni a jelenlegi helyzet miatt és az elvonások miatt. Augusztusban már bért sem tudnánk fizetni, úgyhogy kénytelenek leszünk nagyon komoly intézkedéseket hozni. Az önkormányzat mozgástere jelenleg arra elegendő, és nagyon remélem, hogy ez még mondjuk június végéig kitart, hogy a kifejezetten legrosszabb helyzetbe került
lakosokon valamelyet segíteni tudjon. Ez egy kerületi önkormányzatnak, egy városi önkormányzatnak ez az alapfeladata, hogy a szociális területen való gondoskodást ezt elvégezze. Erre mindig nagyon-nagyon komoly hangsúlyt fektettek, és én most is azt érzem, hogy mindent megtesznek. Példaértékűnek lehet nevezni, amilyen kapcsolat az önkormányzat és a civil szféra között Józsefvárosban van. Nagyon komoly civil támogatás van ennek a járványnak a kezelésében. A legfontosabbak egyike talán az a mérhetetlen mennyiségű adomány, ami érkezik a kerületbe. Azt mondhatom, hogy szinte minden nap érkezik, vagy vállalatoktól, vagy cégektől, vagy magánszemélyektől, és nem a bóvli, és nem a vacak. Tehát hihetetlen összefogás van itt a kerületben, rengeteg önkéntes jelentkezik itt a kerületben, tehát önkéntesekkel nagyon jól el vagyunk látva. Bármire a szükségünk van, és ezeket az igényeinket mi elmondjuk, leadjuk, akkor ezeket mi, amennyire erre az ereje engedi, az önkormányzatnak megkapjuk. Tehát mi ebből semmit nem érzünk. Azt mondhatom, hogy tényleg az erejüket megfeszítve mindent biztosítanak nekünk, hála az Istennek. Tudomásul kell venni, hogy a lakosságot érintő közvetlen hatásoknak a kezelésében, enyhítésében az első segély szerepét az önkormányzatok játsszák, és az ehhez szükséges forrásokat minden mást megelőzve biztosítani kellene, nem az önkormányzatok érdekében, félreértés ne essék, a lakosság érdekében.